Kiemelkedő tanulmányi eredményeit is elismerte a végzős hallgatóknak a kar vezetése a pénteki diplomaosztón. A PTL-KPVK karán pénteken 24 diák vehette át oklevelét. Valamennyien sikerrel teljesítették az évet, nem mindenkinek van még meg a nyelvvizsgája, de úgy döntöttünk, hogy mindenki megkapja az oklevelet, és nagyon örülnénk annak, hogyha az itt végzett kollégák mielőbb megfelelő munkahelyen el tudnának majd helyezkedni. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán a hallgatók többek között turizmus, vendéglátás, szociális munkás, valamint tanító és óvodapedagógus képesítést szereztek. Ezek a legfelkapottabbak a karon. Hagyományosan a pedagógus képzés jelenti ennek a karnak fő profilját és vonzerejét, az alsófokú pedagógus képzés, az óvodapedagógus és a tanító képzésünk, de mondhatom valamennyi képzésük iránt komoly a kereslet, komoly az érdeklődés az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés iránt, amelyet levelező munkarendben indítottunk el, komoly a képzés a turizmus vendéglátás képzésünk iránt. Valamint különleges a környezetkultúra szakirány, ami az országban egyedülálló, csupán egy másik egyetemen szerepel hasonló képzés. A dékán kiemelte, a kar megfelelő marketing stratégiájának köszönhetően a januári nyílt napon minden eddiginél több érdeklődő volt.